Májusban is aktív lesz a Miskolci Diák Önkormányzat. A Csanyikban májusfa díszítéssel indul a hónap, de a tanulóból álló szervezet a Miskolci Ötletmaratonon és a Futókörök napján is képviselteti magát. Céljuk, hogy a közösségi életbe minél több diákot bevonjanak. Vége az iskolának, hazafelé tartanak a fiatalok. Hozzájuk is szólnak a Miskolci Diák Önkormányzat májusi programjai, amivel szeretnék felpezsdíteni a diák életet. A Miskolci Diák Önkormányzat május hónapban is aktív, ilyen kaliberű programokon vesznek részt, mint a Majális, a Miskolci Ötletmaraton, tehetségkutató versenyek, illetve a Futókörök napja is. A hónapban ezt megszervezve a Miskolci Diák Önkormányzatnak a közgyűlése, és egy kamaszfesztivál is lesz szervezve a hónapban, melyet az önkormányzat segít megszervezni, illetve a Miskolci Diák Önkormányzat pedig segít népszerűsíteni. Valamennyi programot partnerként segíti az önkormányzat azért, hogy a fiatalok valódi közössége alakuljon ki a városban. Úgy gondolom, hogy Miskolc számára ez stratégiai fontosságú, hogy az itteni fiatalok valóban közösséget találjanak itt, és lehetőség szerint ez is járuljon hozzá ahhoz, hogy akár tanulmányaik, akár munka végzésük során itt maradjanak Miskolcon. A Csanyikban májusfa állítás lesz az első program ebben a hónapban. A Diák Önkormányzat rendezvényeiről bővebben a minap.hu-n olvashatnak.